Szóval itt is lennénk a videó második részével, amiben meg fogjuk javítani a Mavic Mini-nek a letört propellerét, vagyis hát csak vissza fogom csavarozni. Jaj, bocsánat. Ugye itt is van a doboz, és ugye itt a Mini. Ugye ez a propellerek le vannak innen törve, vagyis hát lejöttek a csavarozás miatt. Vannak a propellerek. Jó. Oké. Most ugye kell nekünk a pót propeller készlet, amit, ha jól tudom, ebbe van. Így is van, bizony ebbe van. Mindegyikhez van ilyen kis csavar készlet. Nekem elvileg van felbontott csavar készletem, és nem tudom, hogy te Jézus, mennyi csavar. Jó, én meg azt hittem, hogy már rendelni kell, mert nincs több. Spostik. Ó, ez a csavarhúzó, ez majd kell. Hát igen, kénytelen vagyok felbontani egyet. Amint láttatok, kettő kis csavart vettem ki, amit szépen rá fogunk csavarozni erre a gyönyörű szép Mavic Mini-re. Hát jó, akkor először is rakjuk össze a kettőt, csak nagyon egyszerű, ezt bele kell dugni. Így. Hát ez kétkezes munka. Jó, akkor így megoldható a dolog. Szóval rá kell csavarozni, ugye nem lehet a kettőt összetéveszteni. Jaj, nem lehet a kettőt összetéveszteni, mivel mindegyik ilyen kis szárnyon ugyanez a típusú propeller van. Ugye a kettő propellert úgy lehet megkülönböztetni, hogy itt van kettő csík az egyikem, itt van, itt meg egy csík van. És ugye nekünk kettő ilyen tört le, tehát nem lehet összetéveszteni, mivel ugyanolyan fajta a kettő. Jó, most megpróbálom belecsavarozni. Amint látható, az egyiket sikerült vele csavarozni. Hát, hogy könnyebb lenne, hogyha kihajtanám. Így. A másik csavar is. És akkor jöhet a másik. Szépen összerakjuk a kettőt. Tökéletes. A mágneses ku... Semmi gond, akkor előre gondolkozunk, ráillesztjük, és szépen megpróbáljuk bele csavarni. Így. Jó, megpróbálom majd azért is. Igen. Jó. Oké, megvan mind a kettő.
Na mivel, hogy ez soha többet ne történhessen meg, a biztonság kedvéért leellenőrzöm a többit is, hogy normálisan bele van a csavarban. Ezt annyira meghúzom, amennyire csak lehet. Apa, ez nem volt teljesen meghúzva, mert hülye vagyok.